Felkeltünk itt minden kis kacok, az erdő a Salgó erdő Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok kis üdvözlök mindenkit a legeslegújabb videómban. Az én nevem az az azaz Nud lesz, és elérkeztünk a 2015-ös beszélgetéseink leges, legutolsó részéhez. Ez azért van, mert kifogytam a beszélgetésekből, a további beszélgetéseim olyan lányokkal folytatódtak, akiket ö, ismerek személyesen, vagy egy egyetemre járunk. Ezt annyira nem szeretném nektek kiteregetni, vagy max, megkérdezem tőlük, hogy kiteregetetem-e. Hogyha szeretnétek ezt, akkor írjátok le kommentbe. Motiváljatok, gyerekek, motiváljatok Menjetek! a motiváltság, csapkodjátok oda a billentyűzetnek az egerét, a billentyűzetet pötyögjétek befelé. Pa, 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 pa. <coughs> Szerintem öt év alatt az ember annyit változik, hogy ezek a lányok, akik véletlenül a meglátnák magukat a videóba, és realizálnák saját magukat, hogy ezek ők, amúgy ők írták, szerintem még ők is nevetnének rajta. Kivéve azok a lányok, akik nekik itt küldtek el nekem. Uh, meglátjuk, hogy mi lesz, gyerekek! Zsampoljunk bele a mai videóba! Ezzel a beszélgetéssel szerettem volna kezdeni, ami igazából nem is beszélgetés. Megsörgetett a lányzó, és utána írja, hogy bocsi nem direkt volt hogy ilyet hogy lehet csinálni? Tehát, hogy ö, rá kell kattintani az illetőre a messengerben, hogy felbírdőt hívni, nem? Vagy csak úgy random felhívja magát valakit a cuccos? A másik az, hogy mi az, hogy 1970. március 25? Gyerekek, hát mi folyik itt? Lehet, hogy valami ufó írt rám, aztán fel akart engem hívni, hogy költözzek fel én is valóban hozzájuk, mert hát nézzetek rám, most őszintén. Nem úgy nézik ki, mint egy ufó? Tíz per mennyire ufó? Ezt már egy korábbi videómban említettem nektek, hogy én hogyan csajoztam akkoriban. Úgy csináltam, hogy felmentem híresebb embereknek az oldalaira, és rákatítottam a profilképükre, megnéztem, hogy kik lájkolták azt a profilképet, és lányok, akik jöttek, ismerősnek elölés, ismerősnek elölés, ismerősnek elölés. Így mentem egészen lefelé, ameddig le nem tiltott a Facebook. Annyit szeretnék ebből kihozni, hogy akkoriban ez volt a trend, ez a külső-belső lájkoló szitu. Sok lány, egyelő, sok külső-belső esély, vélemény, poszt, a Facebook kezdőlapon. Nud lesz, mit csinált? Like. Tekerek like. De minden második poszt ez volt. És a következő üzenet is ehhez kapcsolódik. Külső 9, belső nem ismerlek, esély 6, vélemény nem ismerlek. Köszönöm szépen, szívesen. Utána már, ezek után már a lány írt rám. Szió, szia, mizu. Semmiség, most jöttem futásból arrafele. Futsz? Én is szoktam, ha van időm, pancsiztam, most fetrengek és unatkozom. Haha, ha, igen, mindig futok, meg edzem. Gyönyörűséges vagy, pont az ideálom. Szép a hajad nagyon. Uh, szokásos nud lesz Duma, aki látta az első kettő részt, az vágja, hogy miről van szó, te leszel a hátterem. Apropó, még nem láttad volna akkor, itt most megjelenik a kettő cucc, nézzétek meg, már meg kell nézetek. Miért én? Mert hallod. Ugye tarányi vagyok, itt nincsen csaj, Te már bocsánat a tarányiaktól, de akkoriban tényleg nem volt, most nem tudom, hogy mi a helyzet. Nem nagyon tartom figyelemmel. hogy <laughs> van, <jó, ma> mindegy. <laughs> az messze van. Most, hogy így rám írtál, mint a valami istennőt látnék. Utána abban maradt a beszélgetés, erre az istennős dumára sajnos nem írt semmit. Valamilyen oknál fogva, lehet, hogy... <laughs> ő is azt gondolta, mint én mai fejjel. Most arra gondolok, hogy akkoriban mennyire voltam lemaradva, ha még most is le vagyok maradva. Értitek, hogy mire gondolok? Visszatérve az üzenetre, ráírtam pár nappal később, hogy szia baba, szíveskék, Hát, ha mondom már itt, visszanyerem az istenős dumám után a csajt. <laughs> Szió. hogy vagy? Álmoskásom te, én is nagyon, alig aludtam valamit. Az milyen, hogy harmadnapos vagyok? Durva. Ezek után nem írt vissza semmit. Ismételtem befejeződött a beszélgetés. Úgy nő. Rám ír a csaj. Visszaírok. Fuldos vagy. Hát, köszönöm drága, te is. Hol laksz? Hallod, ne neves ki, de se algótorjámból, szokásos duma, messze, Méte hol? hol? Devecsér, az meg hol van, Veszprém megye. Á, de messze baszki, de hajak. Aha, na mindegy, mesél valamit. Mit? Épp fürdök. Gyerekek, valamiért mindegyik csaj, amikor megkérdezem, hogy mit csinál, vagy mesél valamit, mindenki azt mondja, hogy fürdök. Mi? Miért van ez? Ez a mai napig így van. Rátértem a képes akcióra. Küldesz képet? Miért? Mondom, miért akarsz? Hát nyilvánvalóan olyan képre gondoltam, és elküldte gyerekek. Elküldte magát teljesítette a kéréseimet, a fejét nyilvánvalóan nem rakom bele a néninek, mert akkor az úgy nem menne annyira a fain. Mielőtt elkezdeném az üzenetet, hát én nem felvágni szeretnék ezekkel az üzenetekkel, hogy a lányok irkáltak nekem. Akkoriban képzeljétek el, amikor én 18 éves voltam, 5 évvel ezelőtt, a lányok szedték fel a fiúkat. Nem tudom, hogy ma már ez hogy működik. Szia, haliho, Mizu, semmiség, családi kaja van, arra Ildi, Semmi, amúgy nagyon helyes vagy. Jaj, de cuki, te meg szép. És erre elküldi magát, senki nem is kérte a képet. Most voltam edzésen, milyen edzés kézilabda. Olyan helyes vagy, baszki, ne csináld ezt velem. Te meg fú, szőke vagy. Hát kicsit az vagyok, de mit ne csináljak? Én meg fú, Amúgy ombre hajam van, félig szőke, félig barna. Nem írtam neki vissza, mert valamiért nem kötött lehet, Nem, nem, érdekelt valamiért, nem tudom. Figyeljétek ezt a dumát, a lesz tő, miket írkált, pedig ez rám nem volt nagyon jellemző, hogy ilyeneket írkáljak. Lehet, hogy itt most kicsit önkívületi állapotomban voltam, ha értek, mire gondolok. Ráértem a csajszira egy szívecskét, csak egy szív. Hát, ha itt lennél, akkor magamat is odaadnám. Megelégszem elsőnek egy sziával. Hát akkor szia, ezt tetszett. Na, szióka! Erre már nem írtam neki vissza. Jönnek itt a szúnyogok rám, mert büdös vagyok. Mondjuk azok a legyek jönnek a büdösre. Na, de hát nem írtam vissza a csajsznak, írt, hogy jó leszarom, szebasz. Visszaírni se bírsz. most most ez komoly? Nem szeretem, ha valaki leláttam az. Oké, bocs, akkor szia. Erre írja, hogy cukin kellett volna bocsánatot kérni, te meg szia. Dick. kell lenni, csak ne bunkók legyetek. Én meg azt voltam akkoriban nagyon, most már normálisabb vagyok sokkal, tehát, hogy már ilyeneket nem is csinálnék alapból nem jelölgetnék be ismeretleneket, és nem írkelnék le semmire. Ez csak egy taktika számotokra, mert ha belelőd a csajcit, már akkor rá fog írni, hogy Miért jelölti ismerősnek, ismerjük egymást, és akkor abból el lehet kezdeni valamit. Nem tudom, én az élőbe való ismerkedés is preferálom, mint a korábbi videóimból már elmondtam nektek. Élőbe oda kell menni, lazán kell mindent, dumázni kell, ennyi. A dumát azt eszik a csajok. Következőt azt nem is értettem, Rámír. Szia! Halihó! Van kedved beszélgetni? Írtam neki, hogy aha, persze, de meg se nézte, és nem is válaszolt rá semmi. Tehát, hogy... De ez olyan, mint amikor elküldtem a sajnak a szívet az előző üzenetbe, de utána már nem írtam neki vissza. Hát, hogy magamtól is megkérdezhetném ezt, hogy én ezt miért csináltam. Nunettás kép fog következni. Jön a nunettas elő Elővillantotta a gyerek. Cio! Szia! mici Másnapos vagyok, filmezek mindjárt. Veled mi újság? Igen, akkoriban még nagyon sokat buliztam, úgyhogy ezt felismerem előttetek vállalni, hogy heti kettőt buliztam, péntek-szombat, most már havi egyszer, hogyha elmegyek valóva már annyira nem hoznak le be ezek a dolgok. Na de mindenki a képre kíváncsi! Amit nem fogok megmutatni természetesen, csak kicenzúrázod el, uh, itt van. Az jó, sem nyunatkozok, és hát... Uh, elküldte magát. Most ezzel nem tudok mit kezdeni. Lehet, hogy ki volt kicsit éhezve a nénye. Ez már nem fog kiderülni sohasem. Gondoltam, hogy belerakok egy fiút is, ugyanis ezt nem értem, nem bírtam feldolgozni a mai napig, hogy mi történhetett ezzel a gyerekkel. Nem azért, hogy megsértsem őt, vagy ilyesmi. Csumi töki. Na csumi töki. Na mizu van veled? Csumi töki. Mizu van veled? mesély! Uh, egész szépen elbeszélgetett magába a gyerek. Hogyha már 2015, akkor 2015 legyen fiú is, nem tudom, lehet fel akart szedni, vagy nobody knows, gyerek. Veled beszéltem annak Az mi? Na jó, akkor nem te voltál. Bocsánat a zavarásért, szió. Nem zavarsz hely. Zavarj, légy Oké, okay. nem tudtam mi az a talk, ezt most tudtam meg pár hónap ezelőtt, viccen kívül mondom nektek, az is egy Youtube videóból. Egy olyan oldal, ahol ismeretlenek kell, beszélhetsz. És honnan gondoltad, hogy én vagyok? Figyeljétek, hát egy Martin nevű 20 éves fiúval beszéltem, ennyi tudok róla. És hogy, hogy pont rám gondoltál? Vagy másra is írtál? 52 Martin nevű fiúra írtam. Micsoda? Te csaj, egyesével beírkáltad, hogy Martin is mindegyikre ráírta ugyanezzel a dumával, hogy beled beszéltem a notalkon. Erre! Erre van kapacitás! Oh my god! Na mindegy, előfordul az ilyen is. Következő. Szia! Halló! Mizus veled! Kérdője, 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 kérdője. Az sem is ég. Direkt így próbáltam neki írni, hogy hát ő se ír nagyon helyesen, úgyhogy uh, igen. Alszom mindjárt veled semmi a mért jelöltébe, amit mondtam nektek, mindenki pip 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 pip, nud lesz módra, pip pip elő, és pip pip pip, és innentől kezdve nem írtam neki vissza, és megállíthatatlan volt a csaj, folyamatosan zaklatott, egész nap irkált, kérdőjelekkel, mindennel próbálkozott, ezt se nagyon kéne csinálni, na mindegy. Hú, úgy hogy herekek uh, nagy nyagarák uh, niagarák folynak. <laughs> Ennyit szántam volna ebbe a videóba, a legeslegutolsó részbe, innen a 2015-ös beszélgetésekből. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy lájkot, Iratkozatok fel a csatornára, kövessetek be Instagramon, lájkotok Facebookon, és várjátok a következő vidinyót, már hamarosan érkezik. Sziasztok, szép napot nektek! A végére még a vaddisznóknak egy csók! Bár! Tudja, hogy meghalották. Tudja, hogy jönnek ide.